Házakra dőlt faágak Nyíregyháza belvárosában. A felvételek még augusztus elején készültek. A vihar nem csak a lakóépületekben tett károkat, a mezőgazdaságban is éreztette hatását. Pozitívum ugyanakkor, hogy csak kis területekre korlátozódott, és nem tett tönkre egybefüggő földeket, ültetvényeket. Az Agrárkamara megyei elnökének elmondása szerint a megye gazdálkodóit idén nem érte annyi kár, mint más években. Mi elő szoktunk járni itt a fagyok miatt, vagy jégverés, a gyümölcs és nagy területet foglal itt el. Most én úgy gondolom, hogy a mi megyénk egy kicsit átrább kerül ebből. Nem is baj, ha a gazdálkodókat nem éri ilyen kár, és inkább az árak mennek magasabbra, és azzal a gazdálkodással tudunk esetleg jövedelmezőséghez jutni, és nem a kárenyítésből várjuk a megváltást. Akik azonban mégis súlyosabb kárt szenvedtek el, kárenyhítő juttatásra pályázhatnak. A kérelmek benyújtási határideje november 30-a. Ennek azonban több feltétele van. Azok a mezőgazdasággal foglalkozó őstermelők, vállalkozások, egyéni vállalkozók adhatnak be ilyet, akik a kárt bejelentették, visszaigazolást is kaptak, hogy annak mértéke meghaladta a 30%-ot, és szeptember 15-éig befizették a kárenyhítési hozzájárulást. A megítélt összeget pedig befolyásolja, hogy kötöttek-e a gazdák üzleti alapú biztosítást. Üzletalapú biztosítása nem volt valakinek, akkor ebben a bizonyos kárenyítésből 20% a vállalkozónak a kára, a termelőnek a kára, és a fennmaradó 80%-ot csak akkor kapja meg, ha volt üzletalapú biztosítása. Amennyiben nem volt, akkor ennek a 80%-nak csak a felét, azaz 40%-ot kaphat a kárenyítésből a hozamkiesés után megállapított, forintosított hozamkiesésből. A megyei elnök hozzátette, a hozamkiesések forintosításakor sokan esnek ki a kárenyhítésre jogosultak közül a magas felvásárlási árak miatt. Kérelmet beadni kizárólag a Magyar Államkincstár erre szolgáló elektronikus kérelembenyújtó felületén lehet. A kincstár aztán legkésőbb 2022. március végéig dönt az összegek odaítéléséről, valamint addig teljesíti is a kifizetéseket.